Sziasztok! Ez itt a Shadow University. Első videómban egy igazán bájos és kedves karaktert szeretnénk nektek bemutatni, aki kedvenc farmászóbarátunk Pókember egyik leghalálosabb ellenfele. Ő nem más, mint Vérontó, vagy Mészárszék, ki hogyan ismeri. De nem is húzzám tovább az időt, csapjunk bele! A karaktert David Michelinie író, Mark Bagley és Eric Larson rajzolók alkották meg. Utóbbi nem titkolva, Vérontó emberi felét a DC legendás gonosztevőjéről, Jokerről mintázta. Cletus Cassidy szadista hajlamai már egész fiatalon megmutatkoztak. Mikor édesanyja Fifi nevű kutyáját kínoszta halálra, vagy mikor egy vita során lelökte nagyanyját a lépcsőn, lássalak repülni, nagyi! Felkiáltással. Ouch. Árvaházba kerülése után antiszociális viselkedése miatt hamar a gúnyolódók célpontja lett. Ennek köszönhetően dükitörései és agressziója odáig fajult, hogy egy balul elsült randi meghívás után egyszerűen busz elé lökte az őt elutasító lányt. Lányok, mindig fogadjátok el a meghívást. Soha nem lehet tudni. Mikor idősebb lett, ezen az úton haladva 11 gyilkosságot követett el, majd mikor elfogták, abba a cellába került, ahol a szimbiótájától megfosztott Eddie Brock volt. Mikor az idegen szimbióta elment Eddieért, hogy újra együtt legyenek, a lény már terhes volt. Igen, a szimbióta tud terhes lenni. Tudom, elég fura. Megérezvén Cletusból áradó gyűlöletet, méreg ott hagyta gyermekét, hogy az Cassidyvel összekapcsolódva megalkossa Vérontót. Kitörése után a börtönből tombolásba kezdett. Első áldozatát egy telefonkönyvből teljesen véletlenszerűen kiválasztva gyilkolta meg. Amikor Pókember találkozott vele, egyszerűen képtelen volt megállítani, mert sokkal erősebb volt, mint ő. Legyőzéséhez szükség volt a Fantasztikus 4-esre, illetve a jobb belátása tért méregre. Miután nagy nehézségek árán legyőzték, a Ravencroft intézetbe zárták, ahol megpróbálták kezelni elmebaját, de mondanom se kell, hogy nem jártak sikerrel és megszökött. Ezek után jó pár hősnek okozott kellemetlen perceket a képregény füzetek lapjain, de ezt majd egy másik videóban. Vérontó szimbiótája erősebb, mint méregé, mivel övé már a Földön jött létre. Képes bármilyen ruhát utánozni, de például nem képes rejtőszint felvenni, viszont Cassidy fizikai képességét jóval magasabb szintre emeli, mint méreg Eddie-ét. Vérontó teste képes ragacsos kötelek, nevezhetjük pókhálónak, éles pengék szúróeszközök reállására. Persze, ha ez nem lenne elég, akkor ezeket ki is tudja lőni. Szerencsére ezek körülbelül 30 másodperc múlva szép porladnak, de mondd ezt annak, akit eltaláltak. Érdekesség még, hogy ő rendelkezik az úgynevezett pókösztönnel, mint pókember, viszont méreg nem. Köszönöm, hogy velem tartottál, ha tetszett a videó, akkor csak egy lájkot, ha feliratkozni szeretnél, azt hiszem, itt meg tudod tenni. A következő videóban találkozunk.